Élőhüllő kiállítás tekinthető meg Kolozsváron az egyik bevásárlóközpont előcsarnokában. Az odalátogatók 28 ritka fajt tekinthetnek meg, kígyókat, gyíkokat és teknősbékákat. Szeptember 30-a és október 9-e között látható a kolozsvári Julius Mol bevásárlóközpont előcsarnokában a The Tarantera Project által szervezett élőhüllő kiállítás. 29 terráriumban 28 faj tekinthető meg, melyek mind Alex Potta gyűjteményéből származnak. Ezek olyan állatok, amelyek kicsit jobban bírják a stresszt a még ritkább fajokkal szemben, de látható a galléros gyík, amely hasonló a Jurassic Park dinoszauruszához, a kockás piton, a szalagos tigris piton, illetve a Brongers mai piton, amely nagyon rövid és vastag kígyófaj. Szintén ritkán előforduló fajnak számít az aligátor teknős és a cafrangos teknős. A terráriumon alapinformációk is olvashatók az adott hüllőről. Előfordulása, neve, viselkedése, mérete. A kiállítás ingyenes, naponta a kígyózó sorok állnak a stand előtt.